Nos, srácok! Az 1 eurós játékok kategóriába a következő játékunk a Pália, ami, remélem jól ejtem, ami oly mértékben megfelel a kategória elvárásainak, hogy konkrétan free. Tehát tök ingyenes. Ez az Epic Launcherben érhető el, az Epic Games Launcherben. Én ezt úgy tudom, hogy nem akció keretében free most átmenetileg, mert én ezt benyomtam már vagy egy hónapja szerintem. És feltételezem mikrotranszakciós. Gondolom tele van vásárlási opcióval, és csak akkor tudsz haladni, tovább lépni, bármit csinálni, ha fizetsz egy kupac pénzt. Nem tudok igazán semmit erről a játékról. Egy ilyen cukker MMO-nak tűnik. Mit ír itt? In-game purchases? Igen, ez várható volt. Nem tudom, mit ír. Ja, itt van. Fantasy RPG Simulation. Co-op, MMO, online multiplayer. Tehát akár bárki haverokkal beleugorhat egyből és nekiállhat játszani. Nagyon remélem, hogy a mikrotranszakció az úgy értendő, hogy nem ahhoz, hogy egy baltát csinálj és fát tudj vágni az 1 euró, és aztán egy csákány a másik euró. De mindegy, hát hogyha így lesz, akkor majd lefikázzuk, de szerintem arra érdemes a dolog, hogy kipróbáljuk, mert hogy free. Úgyhogy bele is ugrok, nézzük meg ezt a Pália nevezetű, nem Pálinka, hanem Pália csodajátékot így 2024 márciusában, most még abszolút ingyenes, remélem így is marad. No, elindult a Pália, ami a cím alatt jó nagybetűkkel láthatóan beta, tehát ez még early access, 0.177-et ír itt alul, és ami egyből furcsa, hogy kell is nekünk egyből egy account, ami nekem nincsen, úgyhogy ezt gyorsan megcsinálom egy pár pillanat, de amúgy nagyon jól néz ki, már a főmenü is megnyerő. Na, megcsináltam a fiókomat, és bejelentkeztem. És egyből indul is valami őrület. Kicsit ilyen Disney-s feelingje a dolognak. Ez így egyben ilyen random karaktergenerátor. Ez meg most kicsit ilyen mulános. Ez gondolom csak egy ilyen karakter alap lesz. Vannak fazanok. Ez főleg jó. Ez jó lesz nekem szerintem. Nagyjából ugyanezeket pörgette vissza, úgyhogy akkor ez mégsem random. Nem biztos, hogy én ezen fogok változtatni. Teljesen jó. De láthatóan 1000 millió dolgot lehet csinálni. Voice. Na, ez jó is nekem ilyen. Te mondd, hogy rabló támadás a te hangod mélyebb. Jó, hát mindenfélét lehetne. Hajat, arcszőrzetet, arcbeállításokat, nem kell nekem arcszőrzet, szemüveg, felső ruházat, alsó ruházat, úgy nézek ki, mint egy kis, nem tudom, űrninja. Mivel ezek csak most ilyen instant bemutatók lesznek, ezért nem biztos, hogy olyan nagyon én ezt részletesen testre akarom szabni, úgyhogy legyen ez a végleges. Wow! Name. Mindig ezekkel vagyok bajban. Ismét felettébb kreatív leszek. Azt gondoltam, nem fogja engedni ezt a nevet, de úgy néz ki, hogy engedi. Ezt már valaki használja. Jó van, akkor kitalálok egy másikat. Szerintem az, hogy Chuck Norris használja. Második nekifutásom remélem sikeresebb lesz. És igen, kár, hogy nem próbálja meg kiejteni. Na, hát valami intrószerű talán indul. Szép egyébként úgy a játék. Zene. Csú, jól néz ki. Nem ismerem, tényleg semmit nem tudok róla. Zömében így szeretek belevágni játékokba, hogy ne befolyásoljon semmi. Kicsit mondom, ilyen rajzfilmes Disney-s áthallásai vannak. Most fogunk megérkezni a világűrből. Cseppet hatás vadász a dolog. Oh! Kóla Béla megérkezett.
Mindaddig lesz ilyen pátoszos a helyzet, amíg be nem mutatkozunk. Hello. My name is Bale. Igen, nem vagyok sárkány. Fingom nincs, hogy honnan jöttem. Egy ilyen pink izéből, hangból. Na jó, szerintem átpörgetem ezt a dumát vele. Na, hát és akkor egy kis tutorial jellegű VSAD-ba fogunk tudni mozogni. Minő meglepő. Körbe tudunk nézni az egérrel, és ha mozgatom, akkor a karakter arra fog fordulni. Fantörpikus. Hát, ezzel még az időn nagy csoda nem történt. Elég monumentális a cucc. Jól néz ki. De tényleg. Ő vele már beszéltünk. És ezzel a robot Robival tudunk beszélni? Na menjünk, fedezzünk fel. Egy küldetés, hogy Ashura in Kilima. Ashurát meg kell keresni Kilimában. Nem te vagy az Ashura? Nem, te a Yina vagy. Ugrani tudunk. Jaj, jumping and climbing. Tudunk mászni is? Aha, és föl tudunk mászni oda, aha. De bárhol tudok? Nem, bárhol nem tudok, csak ott, ahol van olyan izé-bizé. Növények a falon. Bármi loot. Ja, és egy ilyen kis chat buborék mutatja, hogy itt tudok mászni, és van staminám. Mint a Zeldában, és ha elfogyok, akkor gondolom lezuhanok. Na, intrónak még korán sincs vége. Wow, ez rohadt jól néz ki. És igen, megérkeztünk. Hát ez egyelőre nagyon hangulatos, azt kell, hogy mondjam. Jaj, na itt megjelentek az egyéb karakterek. Sokan most kezdték el. Tudunk egyéb neveket is. Kicsit begajdultak itt. Sziasztok, én vagyok Kóla Béla. Chuck Norris nincs itt? Na hát akkor innentől kezdve lesz idegesítő, hogy itt rohangálnak egyéb karakterek is. Igen, Emma térkép, és középső gombbal tudunk tenni térképjelölőket. És szét tudok ütni hordót? Nem. Legalábbis most még nem. Nem kizárt egyébként, hogy ezek közül az 1 eurós kategóriába sorolt játékok közül lesz majd, amivel később jóval többet is fogok játszani, vagy akár hosszasabb videókat, vagy hát több részes epizód sorozatot is akár. Például ez egyelőre nagyon szimpi. Az a baj, hogy nem tudom, van-e értelme belekezdeni egy MMO-ról videókat csinálni, mert ez ilyen... Jézus Mária, ez egy kicsit kilőtt. Ez egy kicsit ilyen never-ending story lenne. Tippelek, ez kitermelhető nyersanyag, ha lenne csákányom. Itt egy gin. I'm always here if you ever need guidance. Aladdinban volt a fiad. Láttam. Egy vizéből, lámpásból mászott elő. Majd a párbeszédeket igyekszem skippelni, mert az úgy kb... Wow! Akkor vele alakult egy picit a friendshipünk. This is a beginning. Ja, hogy neki lehetnek ilyen requestjei is, amit fel tudunk tölteni. Egyelőre zéro az inventory-m. Úgyhogy nem nagyon fogok tudni neki adni semmit, de ez nagyon cukker kis játék egyébként, halál komoly, marha szép. Stamina, az nem fogy, miközben futok? Nagyon-nagyon jól néz ki. Szélmalom, pöfékel, cukker ez a város. Ott is egy NPC. Valami menyecske. Hello! Ja, nekem meg kell keresni valakit. Ez ilyen elf-szerű lányka. Próbálok majd... most korrekten egy kicsit fokozottabban odafigyelni a küldetésekre. Ó, és itt chat is van, itt irogatnak. Ja, hát én kérek elnézést.
ha ott valami nyomtavestéket nem tűrő fog megjelenni a bal alsó sarokban, mert ugye erre nem annyira vagyok hatással, itt van egy ilyen chat. Jaj! Na, nyomtam egy escape-et, és szétesett egy user interface. Hát ez érdekes. Nos, srácok, hát viszonylag hamar sikerült lezúznom a játékot olyan tekintetben, hogy nem sikerül a grafikai beállításokat módosítanom, mégpedig a felbontást, és mindenféle őrült felbontást enged csak, és a karakter, illetve a felbontás választó képernyőn kilóg a menü a képből, és nem tudok 4K-t választani, sőt, most már lassan semmit nem tudok választani. Úgyhogy ilyen nagyon frankó módon megkerestem a setup init, vagy a játék beállításának az ini fáját, és megpróbáltam meg kibrózolni, hogy mi lehet kb. A megoldás. És én azt tippelem, hogy ez lesz a megoldás, hogy ezt itt átírom 3840x2160-ra, hogy a 4K-s felbontást sikerüljön elérni. Azt meglátjuk, de ez egy picit azért most így visszavetette a lelkesedésemet, hogy őszinte legyek. Na, elindítjuk a játékot, aztán megnézzük, hogy mi lesz. Mentsünk erre rá először is. No hát nem úgy nézem, hogy sikerült a grafikai beállítást módosítani, mert hogy még kisebb a felbontás, mint eddig valaha. Hát ez a problémám, hogy itt nem tudok beállítani semmit, nem tudok lejjebb menni. Most akkor beállítjuk 1920x1080-ra. Fantörpikus, és ennyi. Tehát igazából egy picit ez azért így idegesít, hogy nem tudok állítani a grafikán, illetve a belépésnél állandóan újra kéri a jelszót, és nincs opció, hogy elmentsem. Na jó, ez egy kicsit bosszant engem, úgyhogy ezt megoldom valahogy. No, én kérek elnézést, én néztem be, konkrétan ezt a sort kellett volna módosítanom, és nem a következőt. Úgyhogy szerintem most már nyerők leszünk, hogy így Inify-ba bingizgetünk egy egyébként launcherrel és user interface-szel és beállítás menüvel rendelkező játéknál, de most már szerintem jó lesz a felbontás, bízzunk benne, mindjárt meglátjuk. No, ez úgy ránézésre egy kicsit végre jobbnak tűnik, és... Yeah! Sikerült beállítani 4K-ra, szuper! Továbbra is kilóg az alja a menünek, de Isten ments, hogy most elállítsam. Csapjunk bele ismét a lecsóba. Na jó, ismét a játékban vagyunk, és elvileg most már normális grafikai felbontással, közben kicsit beborult az idő. Ennél a kis jánykánál tartottunk, hogy vele akartunk valamit beszélni. Természetesen visszadobott az elejére. Úgy tűnt, hogy nagyjából megjegyezte a dialógusokat, megjegyezte, hogy kivel mit beszéltem. Viszont a pozíciómat nem jegyezte meg, tehát onnan folytatta, ahol a játékba bekerültünk, ott a legelején a barlangban. Elvileg itt van ugye egy ilyen küldetés ikon fölül középen. Feltételezem, ez mutatja az emberkét, akit meg kell találnunk. Nájó. Val beszélgetünk éppen. Mondom, hogy cseteket, párbeszédeket ezért szerintem át fogom ugrani. Ó, kaptunk egy répát. Hát már megérte vele beszélni. Tök jó. Ja, tényleg egyébként van éjségem, meg bármim. Bármi karakterlap, ezt azért mondjuk, hogy jó lenne tudnom, hogy ott van egy O, az a social tab. Aha, ezek most itt a játékosok? Feltételezem. Hát, ja, várjál, még a tutorial az aktív. Jó, ma nem tudtam görgetni. Social panel. Nagyon jó, majd invite-olunk mindenkit. És ennek miért ilyen kis nyomott? Itt volt egy ilyen nyomott. Ennek miért ilyen nyomott az ikonja? Szegény. Ő így összenyomott ikont kapott. Jaj, nem biztos, hogy ennyire imádni fogom ezeket a pop-up ablakokat. Jó. Jó, csináljuk meg most szerintem ezt a küldetést először is. Ez mi, ez feladat tábla? Gondolom még minden inaktív, amíg az első küldetést nem hajtjuk végre. Azt akartam még megnézni, igen, I betű az inventory. Wow, micsoda menünk van, azt csekkoljátok. Skill level, mindenből nullás szint. Na jó, nem nullás, egyes. Hát gondolom tudok venni plusz pénzért inventory slotot. Jó, mondjuk azért igazából mindig fikázom én is ezeket a mikrotranszakciós játékokat, ez az igazság, meg mindenki fikázza, de azért legyünk őszinték, hogy ez akkor undorító dolog, hogyha egy, nem tudsz tovább jutni, valami olyan szinten megakaszt, tehát nem valami előnyt veszel, hanem effektív a továbbjutást, kettő, ha a játék fizetős, és megveszed full áron, és utána még fizessél mikrotranszakciókért. Tehát ez a játék ez jelen pillanatban free, Premium Store, mindjárt gondoltam. Szóval jelen pillanatban free, és azért ezen valószínűleg nem egy, meg nem kettő, meg nem három ember dolgozik. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az emberek munka ereje, meg munkaideje, meg az futtató szerverek, meg minden, az
karitatív alapon működik, tehát nyilván pénzt akarnak ebből, ez tök jogos és tök logikus, és az ilyen free-to-play játékokat a mikrotranszakciókból tartják el, tehát azért ezt meg kell érteni és el kell fogadni, addig jó, amíg nem kényszerítenek rá, tehát hogyha valaki akar venni, akkor vesz, egyébként pedig free-to-play játéknál azért ez lényegesen, hogy mondjam, tolerálhatóbb. Hú, milyen szép fazon az egy org. Szóval, hogy nem fogok ilyen vég nélkül hörögni, hogy milyen szemetek, mert hogy nyilván szükségük van a pénzre az egésznek a fejlesztéséhez és a működtetéséhez. Úgyhogy, hát, ha ez egy jó játék, akkor én kívánom, hogy sokan vásároljanak. Az a baj, a legelején a legkönnyebb ellenállni, tehát én azért nem szoktam mikrotranszakcióra költeni, mert ahogy neten hallom, látom, elkapja az embert a gépzi, és utána mindenért fizetni akarsz, hogy gyorsabban haladj. 4 arany, el tudom adni a répámat. Mennyire tudom eladni a répámat? Micsoda? 23 aranyért? Miért ér 23 aranyat egy répa? Ez elég jó deal. Hú, hát akkor répát fogok gyűjteni. Azt hittem ez ilyen 1 arany, vagy mit tudom, 50 cent, vagy valami, de nem. Na jó, menjünk be ebbe a szép házikóba, mert itt lesz ez a kis jányka valahol, akivel szerintem nekünk találkozni kell. De marha jól néz ki a játék, nagyon ilyen kellemes, ilyen kis rajzfilmszer, ezt kell megkeresnünk. Asura, hát én azt hittem ez egy lány lesz. De nagyon nem. Hogy nézel te ki, öreg? 30-nak nézel ki, cula. Mit csinálsz te itt? Ja, te vagy a fogadós? Hát, kivehetek egy szobát, gondolod? Megyek táborozni. És így recseg ropog a faparketta, vagy fapadló. Gyűjtsünk nyersanyagot, meglepődtem volna, hogyha nem erről szólna a dolog. Adjál nekünk léci szajrét ehhez. Ez az egy szuper fejsze. Nagyszerű. Jó. Hát egyelőre hagyom, hogy a játék vezessen. Ugye az szokott lenni, hogy viszont állat jó megvan csinálom. Az ablak is, a tükröződések. Ilyen apróságok nagyon fel tudják dobni. Hello, Szeva, hello. Someone nice to talk to. Kicsit ilyen Disney-sek a karakterek egyébként, volt egy csomó különböző. Ken Lee. Lividividachu. Láttam nemrég egy videót, hogy valami nagyon hülye. Ilyen tehetségkutatóba a Mariah Carey-nek a Living Without You című régi számát igen érdekes feldolgozásban adta elő valaki, és ő mondta azt, hogy a dal címe az Ken Lee. Majd belinkelem, ha nem felejtem el. Szóval jól néz ki a minden. Nézzünk egy store-t. Hát figyelj, eladom ezt a répát, mert kell nekem a pénz. Itt nem tudom eladni. Jó. Tehát akkor ezt csak bizonyos helyeken lehet eladni. Itt el tudok adni répát. Halló. Nem chat, hanem répa eladás. Várja, emelet is van, oda felszaladt valaki. Hello. Hát itt nincs sok minden. Ja, lehet, hogyha kibéreltem volna, akkor itt aludhatnék, de így nem aludhatok. Itt egy könyv viszont. Jó, majd egyszer elolvassuk, most nem. Jaj, kitöröm a nyakam. Merre kell menni? Fussunk el 290 x métert. Marha szép ez a játék. Szóval egyelőre tök okénak tűnik. És az MMO, tehát jelen pillanatban free módon el tudja kezdeni bárki a barátaival. Ilyen cukker karakterek vannak benne. Tényleg egészen hangulatos. Zeki. Ő a Zeki. Tök cukker Zeki. Zekinek a boltja. És itt se tudok eladni répát. De itt el tudom adni a répát. 15 fókuszpontot ad, hogyha megeszem. De nem eszem meg. És itt van répa mag, úgyhogy marha gyorsan csinálok majd...
izét, valami farmot, ha lehet csinálni, biztos lehet, és akkor répát fogok termeszteni, ha ennyi pénzére lehet adni. Már is tele vagyunk lóvéva, 23 pénzünk van. Integet Nils Holgersson. Tényleg akár az is lehetett volna a nevem, hogy Nils Holgersson. Na, te adtál répát? Elfogyott a répám, hogy hagyjál még répát. És folyamatosan visszamegyek és eladom. Na, találkoznom kell Hodarival a housing ploton, tehát feltételezem, ott az ilyen instance-szerű dolog lesz, ahol mindenki egyedileg, tippelek, hogy minden játékos egyedileg megépítheti a házát. Tehát gondolom ez egy olyan terület, ahol itt átmegyünk, és akkor azt feltételezem karakterenként egy egyedi ilyen instance, hogy, és ezért van így, ahogy elnézem, egy kicsit zártabb helyen, hogy távolról ne látszódjon, mert ugye akkor hülyén vennék ki magát, hogy mindenkinek mást mutat. Sőt, ilyen szinten instance, hogy konkrétan töltőképernyő is áthozott egy másik, hát ilyen zónába. Ez így tök logikus, tehát akkor itt... Itt építkezhetünk gondolom magunknak. Na? Szimpatikus fiatalember. Rossz arcú rabló. Na. Beszélgetünk vele, kitermelünk egy csomó fát. Ez az, megvan a csákány. Akkor most már van baltánk és van csákányunk, úgyhogy nekiállunk és kipucoljuk a terepet. R betűvel tudjuk ezt az eszköz kereket, ezt a tool wheel-t előszedni, és gyorsan tudunk változtatni az eszközök között. Bal gombbal tudjuk a felvett eszközt használni. Aztán újra tudunk váltani. És F-fel tudjuk a cuccokat felszedni. Nagyszerű. És akkor ez lesz a házikomnak a területe nagy eséllyel, és ez a postaládám lesz majd, feltételezem, itt kapunk mindenféle mókát, itt meg el tudok adni, ha tippelnem kéne. Igen. Hát ilyen volt a izébe is a Stardew Valley-be, azt hiszem, hogy betettük a ládába, azt eladták a emberkék éjszaka. Jó pofa, rohadtul jó pofa. Na nézzünk egy R betűt, és itt a baltán. Nekiállunk fát vágni. Na már is otthoni terep. Nem, ezt a fát még nem tudom kivágni, csak kicsi fát tudok kivágni. Ez az én staminám, vagy a fának a HP-ja? A fának a HP-ja. Szuper, és csak egy kupacot tudtam? Nem, 9-et vett föl eleve. Jó, hát ez nem két pillanat lesz, amire ezt itt kitermelem, de ezt itt ki kell ürítenem ezt a terepet, és hát gondolom akkor el kell adnom majd a nyersanyagokból egy keveset, hogy legyen pénzem, de amúgy tényleg cukker ez a játék, tehát ha ez itt az én terepem, akkor azért úgy nyersanyagban nem szűkölködik a játék. Tehát itt annyi kő, meg annyi fa van, hogy jaj, és tényleg akkor így a logika az jó volt, vagy a gondolatom jó volt, hogy ez egy ilyen hegyekkel körbezárt terület, és akkor itt ez az én terepem, tehát itt nem fogok találkozni egyéb játékosokkal, idegbajt kapok tőlük, akkor ide fogok elvonulni. Mondjuk az ilyen játékokban egyébként cukkerek szoktak lenni, a játékosok PvP-be szokták egymást szarrá szivatni, bár persze itt simán lehet, hogy itt is lesz PvP zóna, majd kiderül. Na jó, gyakok egy kicsit, kipucolom a terepet. Na termelem itt ki a nyersanyagokat, és közben itt figyelmeztetett engem, hogy itt a bal felső sarokban van ez a kis lila csík, ami most ilyen pink, de az előbb tök üres volt. Azt mutatta, hogy ha az valamilyen mértékben fel van töltve, akkor az növeli az XP gyűjtésemet a különböző tevékenységekből. És hogy az csutka üres volt, ha kajálok valamit, akkor az magasabb szintre kerül. Most egy ilyen 60-as volt az imént, most már csak 56. Mert hogy gondolom ez így a munkával csökkenni fog. Tehát lényeg az, hogy olyan szinten egyelőre nem látok ilyen éhséget, vagy ilyesmi, hogy elpusztulnék, hanem kajálok, viszont a fókuszt azt fel tudjuk tölteni, és ezáltal akkor elvileg gyorsabban tudjuk az XP-t kapni a különböző feladatokból. Jó, most az alap dolgot ezt megoldottam, hogy itt három ilyen szemétkupacot felszámoltam, és elvileg akkor vele kell beszélnem. Worktable. Wow! You're still here, huh? Szuper! Akkor ezt le kell majd tennünk. Nem is csak a receptet kaptam meg, hanem egyből egy worktable-t, amit le tudok majd tenni valahova, és akkor azon már fogok tudni gyártani. Q-val és E-vel tudom forgatni, bal gombbal pedig letenni.
Nagyszerű. Jó, hát azért én még itt kicsit pucolgatok, el is ment innen a fityula, úgyhogy lényegében annyit már megtehetek, hogy kipucolom ezt a helyet, és elkezdek egy ilyen munkapaddal mindenféle eszközt gyártani. Ez egy picit furcsa nekem ez a eszközkör, amin ezeket ugye így ki tudom választani, mert én beszoktam tenni, meg hát gondolom mindenki más is ilyen gyors elérési eszköztár ezeket a cuccokat, és így 1000 játék alatt már berögzült, hogy a kettes nekem a balta, a hármas, a csákány, aztán nyomogatom itt a kettes tök fölöslegesen. Meg egyelőre azt vettem észre, mint hogyha ezeknek nem lenne tartósága, tehát hogy a balta nem nagyon romlik, ami nem feltétlenül baj, csak szokatlan. Na jó, hát kipucolom a terepet, aztán kirakom a munkapadot. Na, sikerült kipucolnom a terepet. Azt a nagy fát, azt nem tudom kivágni meg, ami ott van, az se. Úgyhogy ezek itt maradnak, és akkor elvileg ki kéne raknom a crafting table-t. Hát mondjuk ide fogom kirakni. És azt mondja, hogy csináljak egy fa tároló edényt, és tegyem ki azt is. Meg hogy sátrat is tudok. Szuper. Hát először is mondjuk legyen ez. Bőségesen van nyersanyagom, mert mindent kitermeltem. Hát ez szuper cuki, ahogy dolgozik. Oké, hova tegyem a kis tároló edénykémet? Mondjuk betesszük ide mellé. Wow! Renovation. 5-tel emelkedett, közben a fókuszom elfogyott sajnos, úgyhogy még kell kajálni, viszont nem akarnám megenni ezeket a gombákat, amiket találtam így nyersen, mert azt hiszem sokkal többet, 10-szeres valami elég nagy értéket adott, amikor egy ilyen grillezett gombát kaptam valakitől. Akkor most a sátrat kell megépíteni. Ez is van elég nyersanyagom. Fantörpikus. Hát egyébként egy sátorba fogunk lakni. Nem gond az. És ez mekkora lesz? Nem pici. Hát nem tudom, hova tegyük egyelőre középre. Fogom tudni ezt később mozgatni? Franc se tudja, majd kiderül. Mindegy. Ide letettük a sátrunkat. Hát ez szuper cuki. Aha, és itt jött is egyből hirtelen valaki ide teleportált. Hopp, kicsit szétesett a grafika. De hát early access. Kiállt a hátából egy csákány. Kaptunk egy tejet a kollégától. Egészen pofás már. Jó, és egy e-mailt is, vagy egy levelet is kaptunk. A horgászbot! Fantasztikus. Hát itt mindenki milyen jó fej. Receptek, nyilvesszők, íjak. Te nem küldtél semmit, rohagyd meg. Na jó van. És egyébként még az előbbit, mintha láttam volna, igen, még itt is van valami újdonságok között, csak tele lesz mindjárt az inventorim. Wow, itt is ajándék. Hello, Béci, hello. Köszönjük szépen. És ez micsoda? Ez van special gift. Ezt gondolom a játék készítőitől. Marha jó. Oké. Megnézzük, mi a következő küldetés. Aunihoz vissza kell menni. Ez nem volt az olyan nagy küldetés. Na hát megtaníthatná, hogy tudok főzni. Füstbomba, mindenféle francságot itt azonnal megtanulunk. Leave your housing plot. Oké, majd mindjárt elhagyom, csak még egy kicsit azért itt körbenézek. Most akkor annyi a sztori, hogy van egy ilyenünk, feltételezem idem, hogy be tudunk tenni ágyat. Van egy munkapad, ahol elvileg már tudok új dolgokat is. A láda megvan, ugye? Ez füstbomba. Ehhez nincs nyersanyagom, és hát ez nem tudom, hogy csak a nyíl hegy lesz, vagy az egész nyíl, de csináljunk. Az előbb elvileg kaptam egy íjat, tehát feltételezem, nem biztos, hogy baj, ha van nyílveszőm. Egy kis atak, ha lesz, akkor legalább tudunk lőni, és egyébként ezt az íratlan mennyiségű nyersanyagot, ami nálam van, ezt szépen be fogom pluggolni a ládámba, mert feltételezem, hogy... hogy tudom berakni a ládámba. Az jobb gombbal az egészet berakja. Ja, hogy az ott fönt a láda? Aha, nem láttam, hogy... hogy ez hogy néz ki hirtelen. Jó, hát tegyünk be mindent, mert... nem, a füstbombát nem rakjuk be. Meg ezt nem rakjuk be, ez meg nem tudom mi. Ez csak egy customizáció. Jó. Ja, hogy is ennek ilyen jellegű tárolója van, hogy nem slotok foglalódnak, hanem a tárkapacitás 400.
összesen 400 egységnyit tudok belerakni, és ebből már 337-et bele is pöttyintettem. Jó, és egyébként pedig itt van ugye két küldetéstárgy, közben úgy néz ki, mintha esteledne. A tárgyaknál, igen, itt a horgászbot, itt az I, és ez mi pöcs, ez kapunyító. Ja, ez lesz a fishbomba. Aha. És ezzel elkaphatok kis állatkákat. Nagyon barátságos. Jó. Ezzel pedig lelőhetek állatokat, szintén nagyon barátságos. Ezt gondoltuk, hogy ez lesz. Oké, nagyszerű. Horgászbotot is akkor gyorsan nézzük meg. Igen, tudok majd halászni. Jó, hát akkor menjünk, aztán hagyjuk el a területet, és megnézzük, hogy mi fog történni. Aha. Tehát akkor most indult el a játék? Jó, ezzel most nem nagyon akarok várni, gyorsan végigolvasom. Na hát összességében annyiról van szó, hogy azt mondják, hogy ez egy új startup stúdió, és ez az első játék elvileg. És hogy nagyon örülnek itt, üdvözölnek minket, és hát a legtöbb, ami tehetünk, az az, hogy akkor mondjuk el a családunknak, barátainknak, hogy ez egy marha jó játék, úgyhogy akkor én most így elmondom mindenkinek, hogy ez egy marha jó játék, játszatok Páliával. Egyelőre még nem tudom, hogy mennyire jó, de minden esetre kellemes, tehát csalódásnak egyelőre semmiképp nem mondanám. Ha bunkó lennék, vagy nagyon erőltetett humorral próbálkoznék, akkor azt mondanám, hogy az árát biztos, hogy megérte. Aha, mert hogy ugye ingyen volt. Na jó, kicsit mászkálok, kicsit felderítek, és akkor folytatjuk még ezt az összeállítást. Csak ilyen, mivel minél inkább zippelni akarom ezt, minél több infót meg tapasztalatot át tudjak adni, ezért nem akarnék nagyon ilyen köztes rohangálásokkal időt rabolni senkitől. Mondjuk itt egy macska. Ezt le tudom durrantani? Vagy ez egy róka? Vagy ez minek mindes? Ó, ott már valakinek van ilyen kis repülő cuciság. Ú, itt valami csillag. Ó, ez izé, fokhagyma. És az beásta magát a földbe, az a róka. Ú, itt elég jó nyersanyag van. Az valami érc. Feltételezem, én ilyet még nem tudok kitermelni. De! Szuper! Hát öcsi, bocs, ezt buktad. Vagy ő is ki tudja termelni? Ezt már nem fogom tudni. De ezt is ki tudom. Miért vagyok ilyen király? Közben esteledik. Szaladgálnak utánam a kis pajtások. Hátba vágnak a csákánya. Tippelek, ezek testvérek. Vagy legalábbis barátok, mert együtt haladnak. De akkor ezek szerint nekik még egy darabig megjelenik. Tehát akkor ezek szerint nincs ilyen szivatás, hogy én kitermeltem, és utána más már nem termelik ki. Srácok, rohadt idegesítők vagytok. Kvarc. Én ütök először. Na jóval, lootolgatok. Na kéne beszélnem pár karakterrel, hogy tovább tudjak lépni küldetésekben. Ugye most meg kéne tanulnom kertet készíteni és főzni, viszont mindenki alszik, és nem tudok bemenni a szobájukba. Illetve ez a másik marha messze van, de gondolom ő is valami szobában alszik. Na most úgy nézem, felkeltek, viszont addig nekiálltam horgászni. És megmondom őszintén, szerintem az egyik legjópofább megoldás ez a horgászásnak az elmúlt időszakok játékaiban. Eleve már a bedobásnál is jobbra-balra előre ugye növekszik a dobási távolság, nagyjából rá kell dobnom egy ilyen spotra, akkor elkezd ez így kóbászolni, és egy idő után elkapjuk, és lényegében egy ilyen kis zöld tartományon belül kell tartani a halat. Így jobbra-balra kell mozgatni az egeret, ugye közben nyilván nyomom a bal gombot, és akkor kifogjuk a halat. Tehát igazából ez pont az a mennyiségű ügyesség és hogy mondjam, ilyen minigame szint, ami szerintem elfogadható. Közben nekiálltam vadászni is. Egy pár állatkát már ledurrantottam. Ilyen Legolas szintű profizmussal. Természetesen nem csak viccelek. De minden esetre azért hasznosan lehet ezeket is összegyűjteni. Na itt egy állatka. Ezt elvileg a füstbombával lehet elkapni. Nem? Ne. Hoppá. Na hát ez komoly. Elvileg van egy ilyen inventory túlcsordulási lehetőség. De ha még valamit felszedek, akkor azt felülírja. Úgyhogy sajnos akkor vissza kell mennem a házikomba és
ürítenem az inventory-t. Igazából itt egyébként mutatja azt is, hogy ezzel a Zeki Store-ral, ha kommunikálok, akkor tudom ezt növelni. Tartok tőle, hogy az lesz ott, ami valós pénzt fog igényelni, de majd mindjárt megnézzük. Na, beszéltem mindenkivel, elvileg megtanultam kertészkedni, meg megtanultam tüzet rakni, meg házat építeni, meg mindenfélét, úgyhogy vissza kell szaladnom haza, és most ott kell beszélnem megint valakivel. No, elvileg, hát mondjuk próbáljuk meg gyorsan kiüríteni az inventory-t, mert hogy ez csutkán van. Kevés is lesz ez a most már, hamarosan. Az a jó, hogy lényegében bármennyit ide bepakolhatok, amíg az a 400-as küszöb az tart. És ez még most egyelőre tart, úgyhogy maradt ennyi. Ja, egyébként jártam abba a boltba, ahol tudom fejleszteni az inventory-mat, 500-ba kerül egy zsák, úgyhogy viszonylag hamar ezt majd meg kell ejtenem. Kérdés, hogy tudok-e? Tudok. Nincs most nálam semmi, hanem a ládában van, viszont ő érzékeli, és onnan is tudok craftolni. Ami korrekt. Itt volt a campfire a legtetején. Kell nekünk egy ilyen, mindjárt beszélünk ezzel a kollégával, észrevettem, hogy közben megérkezett, de még nem tudtam vele csacsogni. Ezt mondjuk ide tesszük, beszéljünk akkor vele, hát ha valamivel okosabbak leszünk. Na. Tök jó, tudunk kertészkedni. Jó, hát akkor nagy eséllyel én most neki fogok állni ültetni, mert ezek elég jó pénzére eladhatóak voltak. Kérdés, hogy fogok én tudni locsolni, lesz nekem mindenem? Jó, meglátjuk. Ez hasznos dolog, úgyhogy szerintem ezzel kénytelen leszek egy kis időt tölteni. Egyébként pedig azt mondja, hogy tegyek le egy széket, egy asztalt és egy szekrényt, de jelen pillanatban nem tudom, hogy hogyan, mikor házat még nem tudok építeni, vagy ebbe kéne beraknom? Majd mindjárt megnézzük, de most ugye azt mondta, hogy készítsek grillezett gombát, amit meg is fogok tenni, mert hogy ez elég jó ilyen fókuszforrás volt, úgy emlékszem. De hát mondjuk, hogy három kell egy adaghoz, az elég kemény, az itt nem darabja lesz egy süthető cucc, de nem. Ja, csak közben észrevettem sajnos, hogy nem sütnöm kell három gombát, hanem gyűjtenem kell három gombát, és itt már nem találok gombát ezen a területen, mindent felszedtem, úgyhogy el kell mennem máshova gombát szedni. Viszont ezt a kertészkedést ezt gyorsan kipróbálom, mert ugye voltak nekem itt már olyan magok, amiket kaptam. Ez a 10 darab, és az biztosan el fogom tudni ültetni. Meglátjuk. Elvileg 2 darab spotot kaptam, tehát lehet, hogy ezeket majd külön-külön így le kell gyártani, ezeket a spotokat, és akkor fogok tudni ilyet csinálni, tehát ez nem végtelen akkor ezek szerint, hogy akkor nekem van egy kapám, vagy ásom, vagy csákányom, vagy mit tudom én, lapátom, és akkor ez elég nekem arra, hogy bármikor bármennyi ilyen kis izét kiássak. És ez így fedésbe lehet, az érdekes lenne, nem. Jó, hát nagyszerű, akkor ez így megvan, és akkor ezzel én be tudom vetni, nem, mert ezt még egy kicsit gondolom fel kell kapálni. Hát szóval a kapával ilyen nagyon cukker módon fel kell kockázni a területet, és közben találtam 2 kincset, ilyen ezüst meg rézércet, elvileg. Wow! És akkor ezt így be kell vetnem az egészet így manuálba. Hát ez szuper cuki. Ez ideig nagyon jó, csak azt nem tudom, hogy fogom ezt locsolni. Tehát nagyon remélem, hogy így alapból tudok én majd valami locsolást kanna nélkül, vagy esetleg gyorsan ad nekem valaki locsoló kannát. Mert hogy jelen pillanatban én ilyennel nem rendelkezem. Aha, szuper, mindenhova minden be van ültetve. Visszaszaladunk a sráchoz, adják kannát. Jó, majd megyünk Zekihez és veszünk még magokat. Ez az. Wow, egy csomó magot adott, nagyon jó. See you later, hot potato. Jó, hát az első, amire nagyon rá kell majd gyúrnom, az nyilván az, hogy pénzt szerezzek, és tudjam fejleszteni az inventorimat, a láda méretemet, mert az eléggé problémás. És aztán majd most így gyorsan mindent meg kell locsolni. Most tök korrekt, ugye 2 területet adtak, amit bevethetek, és alapvetően mind a 2 telerakható magokkal olyan sok magot adtak, hogy ezt be tudom tölteni.
Nagyon aranyosak a kis szomszédok, és akkor ezt most 400... ez üres. 400 gomnyomogatással meg kell töltenem, viszont itt volt valahol egy kis víz. Feltételezem, tudok majd később talán kutat csinálni. Hát szóval a tipik, hogy tudom ezt megtölteni? Így. Többször nem tudom. Tipik, recept, nyersanyagot gyűjtesz, craftolsz, farmolsz, növényeket ültesz, stb. Ez egy bevált recept, kb. Manapság szeretik a népek az ilyen játékokat. Nem csak én vagyok ilyen hülye, sokan mások is szeretik az ilyeneket. Egyébként szerintem ez végtelenül cuki, jól néz ki ez a játék, nagyon kis szép grafikája van. Egyőre semmi idegesítőt nem találok benne, ilyen játékmechanikailag vagy bugilag. Ez a monitor felbontás, vagy képernyő felbontás beállítás egy kicsit idegesítő volt, de hát ezt így sufni-tuning módon inifájlal megoldottam. Úgyhogy hát szerintem most akkor kicsit az lesz, hogy nagyobbat ugrok majd a sztoriban, megpróbálom a növényeimet eladni, megpróbálok egy kis pénzt gyűjteni, fejleszteni a... Ez ilyen végtelen, az a kanna. Még csak a fele ürült ki. Na például ez is szimpatikus, hogy nem kell 28-szor visszarahangálni, azt gondoltam legalább 4-szer vissza kell majd szaladni, hogy... Mondjuk ez kicsit undorító az az elültetett mag, mintha valaki így oda kakkantott volna egy lukba ilyen kis nyuszi bogyókat, tehát nem mondom azt, hogy túl gusztusos. Meg egyébként abból a szempontból nagyon hasznos ez a... Ez a kicsit szokatlan és furcsa, de nagyon hasznos ez az inventoryt elkerülő eszköz toolbar, hogy ezek ugye nem veszik nekem minden a helyet, hanem ez valami varázs tárolóba ott vannak, és úgy tudom ezeket az eszközöket magammal vinni lényegében, hogy semmilyen módon nem fogyasztják a helyemet, és még mindig van inventory tárhelyem, sőt növekedett is, mert ugye gyártottam dolgokat, amik kikerültek az inventoryból. Ez is szimpatikus, hogy 50 fókuszt ad, jó, megesszük. Tehát az is szimpatikus, hogy a ládát fel tudja használni gyártás közben, nem kell az inventoringba lenni a cuccnak, nagyon idegesíti az olyan játék, amikor az inventoringba kell lenni a cuccnak, és akkor itt majd le kell szednem répát és hagymát, most mit kell találnom még, gombát, és akkor ide be kell tennem 3 cuccot. Hát ezt gyorsan legyártam, és akkor beteszem. Nagyon korrekt. Már a második terméket gyártom le, és a legyártást követően valami szuper ötlet támad, hogy mit tudnék még esetleg megtanulni. És a gyártás után tudok ismét egy új receptet felfedezni. Most már egy asztalt és egy szekrényt legyártottam, most még egy széket szeretnék. Ha megtalálom. Itt van. És ahogy legyártam, akkor utána... Fantasztikus, inspiráló ötlete támad, hogy mit tudnék még gyártani. Hát mondjuk itt csak a körvonal látszik, most legyen ez. Aha, szuper. Jó, hát és akkor most van elvileg 3 cuccom, hát ezt nem pontosan értem, hogy miért ide kell leraknom, de elvileg ide kell leraknom, mert most jelenleg ez a házam. Jó, leraktam. És akkor most ez a házmenü az miért villog? És hogy tudok oda menni? Mindegy, majd kitalálom. Jó, megyek, megcsinálom ezeket a küldetéseket, kicsit fejlesztek még magamon, és akkor huppanunk majd a következő állapotba. Na, visszatértem a területemre, és azt mondja, hogy a H menü, az a Home menüvel nyitható meg, mármint a H betűvel a Home menü, és hogy elvileg le tudom tenni az én házamat. Hát ez azért lesz érdekes, mert hogy itt van egy rohadt nagy sátor középen. Ezt... Vagy ez az én otthonom? Csak nem. Ja, hogy itt lehet remove. Aha. Azt mondta ez az ember, hogy helyezzem el a házamnak az alapját, de hogyan? Tehát én egyelőre azzal még nem találkoztam, lehet, hogy megkaptam levélben. Na hát az a helyzet, hogy ezt a házat így arrébb tudom rakni, és itt van egy inventory menü, és itt van egy bazi nagy háztervrajz, és ezt így ide így lepöttyinthetem. Ami így elég kemény, csak akkor mondjuk a sátrat nem tudom minek raktam ide. Ezt próbáljuk meg minél hátrébb rakni, hogy sok helyünk maradjon. És ez tök jó, csak jó lenne onnan átraknom azokat a cuccokat, amit oda már beraktam. De ezt nem tudom, hogy fogja engedni. Aha. Jó, hát ez jó hangzik, csak
Ez egyébként inventory. Wow, itt tudom a karakteremet változtatni. Nagyszerű. Nem tudom, hogy ezeket hogy tudom módosítani. Mi ez a control? Oh, de király! Na hát akkor tudom módosítani. Jó, és mit kell még itt csinálni? Upgrade. Jó, hogy 100 fát ide be kell hozni? Meg... ilyen stone brickből 35-et. Ja, de ez nem is fa, ez ilyen... deszka. Jó, hát akkor azt addig vigyük már vissza, mert ez így rohadtul útba lesz. Jó, tehát ez szép és jó, hogy a háznak az alapját letettem, de szó szerint a háznak az alapja. Tehát ezt még fel kell építeni. Szia, te ki vagy? Oké, okay, hát akkor én most elvileg adott nekem recepteket, vagy legalábbis a lehetőségét. Hát elvileg a mining is, meg a favágás is már második szinten van. Nézzük már meg ezt a questet. Ja, hogy velük kell beszélni. Aha. És akkor elvileg második szinten talán ezt már meg is kaphatom. Aha, oda is el kell menni. Fú, rengeteg küldetés van. Igen, majd befejezem a házamat. 500 arany kéne, hogy tudjak venni hátizsák kiterjesztést. És vissza kéne mennem abba a shrine-ba. Ahonnan indult a játék. Úgyhogy van ám feladat dögivel. Na, volt egy olyan küldetésem, hogy jöjjek vissza ide ehhez a... az oltárhoz, ahol én megjelentem ebben a világban. És itt az oltárnál tudom használni ezeket a pontokat, amit eddig nem tudtam, hogy mire jó. Most már nincs elég, de egy 25-ös és egy 100-as adagot már el tudtam craftolni. És elvileg ezt a fókusz pontot növelte. Hát ez most kérdés, hogy amit a cuccokból kapok, annak növeli-e, vagy a hatékonyságát. Majd meglátjuk. Na, leraktam közben ezt a fatermelő, vagy deszkatermelő berendezést, és elég korrekt föl lehet tölteni 100 fával, és ez szépen itt halad és csinálgatja nekem ezeket a deszkákat, percenként egyet. Illetve ami nagyon korrekt, az az inventory kezelés a ládákban. Ugye ez már tele volt, nem volt helyen pakolni bele, leraktam még egy ládát, ezt úgy voltam, hogy a francba fogalmam nincs, mikor, melyikben mit fogok tárolni, hogy fogom megtalálni, stb. Hát ez nem így van, kinyitom a ládám, és ez most már 800-ig tud tárolni. Tehát lényegében tök korrekt abból a szempontból, hogy összeolvasztja őket, és nem kell nekem utána keresgélni, hogy hova mit tettem, hanem igazából egy ilyen egy nagy inventorivá változik az egész. Ez nekem nagyon bejön, tehát nincs ilyen szivatás, hogy na, akkor keresgesd, aztán majd vagy megtalálod, vagy nem. Lehet ilyeneket is találni, és az a baj, hogy erre úgy tapasztalom, hogy nem feltétlenül láda a valóságban. Tehát ez egy ilyen custom cucc kérdés, hogy ezt erre rá tudom-e rakni így egy az egybe, de nem. Tehát ez egy ilyen kis design elem. Én ezektől úgy általában a legtöbb játékban megőrülök, én nem vagyok itt túlzottan dizájnolgató ember. Hát ezt így letehetjük, azt foglalja a helyet, kb. Egyelőre ennyire jöttem rá. Illetve, ez micsoda ezüst, találtam egy ládát, már nem is tudom hol, és volt benne 5 darab kagyló, ezeket kinyitogattam, és volt benne az egyikben gyöngy. Ugye ezeket érdemes nem egy az egybe megenni, hanem felhasználni. És egyébként pedig gyűjtögetem itt a deszkákat, hogy fejlesszem a házat, vagy hát legyen belőle előbb-utóbb ház. Annyi a probléma, hogy ezt a másik berendezést, ami nekem küldetésem lenne, ezt az embert nem találom. Tehát ezt majd megcsináljuk. Nem is ez, hanem ezt az embert, ezt azóta se találom. Valahol meg kell keresnem, hogy ez az eszközöm is meglegyen, és akkor le tudjam gyártani a szükséges berendezéseket. Na, megtaláltam az illetőt. Nem ezen a térkép területen van, hanem itt át kellett mennem ezen a kapun a másik zónába. És tudtam vele dumálni, megkaptam elvileg ezt a receptet a következő berendezésemhez, tehát ehhez a kő feldolgozóhoz, vagy nem is tudom pontosan micsoda volt, mindjárt látjuk. Ott van nekem ez a kis kitermelőkém. Ó, közben lehet, hogy ezek... Nem, még nincsenek kész, meg én meg kell locsolni. Először le kell gyártanom ezt a cuccot, az biztos. Ó, hogy ez egy ilyen finomító. Nagyszerű.
És akkor az a lényeg, hogy ebbe betárazok egy csomó cuccot. Istenem, ezektől a izéktől elpusztulok, ettől a dekorációs ládáktól. Most mit csináljak én ennyi dekorációs ládával? Az a baj, hogy ezt eladni se engedi. Tehát legalább engedné eladni jó pénzért, de nem engedi eladni. Itt van ez a cukiság. És akkor ezt is szépen ide kipöttyintjük. Egyébként ezek is nagyon szépen, nagyon jó pofán meg vannak rajzolva. Mondjuk ez legyen itt. Jó, és akkor... Hát igen, itt meg ezeket a téglákat vagy kockákat kell generálnom. Viszont az az érdekes, hogy azt nem tudom elindítani, úgyhogy nincs az inventorimba a cucc, mert hogy így effektív bele kell pöttyinteni a követ. A másikba meg a fát. Tehát ugye ez itt van, és akkor így zúgy, még bedobunk egy kis fát. És most feldarabol engem is a berendezés. Ja, lehet, hogy akkor most ami az inventorimban volt kő, azt elvesztettem? Nem, már megijedtem. Jó, és ebben meg beledobunk 33 követ. Hát ez nem túl sok, úgyhogy ezeket megpróbálom majd még feltölteni. Ez a lényeg, hogy... Hát ezekből elvileg 100-100 darab kell, ha jól emlékszem. Nem, ebből csak 35, szuper. Hát akkor egészen jól állunk, mert fából, vagy deszkából már megvan a harmada. Vagy a fele, vagy most tudom mennyi volt. Igen, kész a két berendezés. Ja, ez volt a küldetésem, igen. Nem tudom, hogy van-e bármi... bármi jelentőség annak, hogy miket mondok neki. Milyen küldetést adtál te, ember. Most ha megvan ez a három gombám, összeszedtem a mezőn végre. Úgyhogy ezt most majd mindjárt megfőzöm. Ó, hogy ajándékokat kell adni a... falusiaknak. Nagyszerű. Igen, majd a házat is fel kell építeni. Ez nem tudom pontosan, hogy micsoda. Hát igen, ez meg most már folyamatban van. Jó, akkor elvileg itt van ez a három gomba. Az a baj, hogy ezt a legeslegelén összeszedtem az összeset itt a környéken, és most elég sokáig kellett mászkálnom, mire találtam még, de lényeg az, hogy legalább ez a küldetés is meglesz. Ez egy nagyon régi játékelei küldetés. Illetve közben a túloldalon az kár, hogy nem rögzítettem, azon a másik térkép részleten volt egy ilyen lézerszarvas, ami így ugrált össze-vissza, ilyen kéken teleportált meg ilyenek, és ezt kinyírtam, és akkor egy ilyet dobott. Ez is egy ilyen házdekorációs elem lesz, feltételezem. Na, most egy kicsit elpattant az agyam, hogy nem nagyon sikerül a pénzemet bebusztolni, úgyhogy az összes ládámból kb. Az összes valamire való cuccot bepakoltam ide a szállító ládába, és elvileg 2906 pénz fog ebből érkezni hozzám. Ez elég király, mert akkor az inventorimet azt egyből növelni fogom. Kis szerencsében, ha a következőre egy ezrest kér, akkor lehet, hogy egyből a másodikat is. Elvileg 16 perc múlva lesz szállítás. Azt simán kibírjuk, és ez a pénzbusztolás szerintem most nagyon rám fér. Egy csomó karakternél, mindegyik ilyen szakmának van egy minden tudója, és egy csomó új recept kinyílt ezeknél a karaktereknél, ami ugye a szintemhez van kötve, tehát hogy ezek fejlődjenek. Ahogy fejlődik egy szintet, akkor általában jelzi a karakterhez, menjek oda, beszéljek, és kinyílnak új receptek. De hát sajnos ezt nem ilyen aranyi jogon kapjuk meg, hanem kőkemény pénzekért meg kell venni, és nekem semmi pénzem, és most már jobb balta, jobb csákány, jobb fegyverek, minden kapható ezeknél. Csak éppen semmit nem tudok igénybe venni, úgyhogy most fölösleges itt tartalékolnom ezeket a termékeket, tárgyakat, hogyha alapvetően addig tök lassan haladok, úgyhogy most kisöprök mindent, aztán majd újra farmolok. Ez van, sajnos szükséges a pénz. Na, megérkezett a szállítmány, illetve hát a pénz a szállítmányért, amit eladtam, úgyhogy elvileg lesz most már annyi pénzem, hogy megvegyem a hátizsák upgrade-et. 500 pénz. Yeah! Nagyon jó. És egyébként mennyi a következő? Lessük már meg, mert állatkirály lenne, hogyha egyből meg tudnám azt is venni. Hát ez ebből nem derül ki. 5000! Egyen meg a húsodat! 1000-re tippeltem volna. Illetve 1000-re vágyakoztam volna, de hát nem annyi. Azért tényleg egészen királyú tud kinézni ez a játék, tehát egy ilyen vízköpő sárkányfej is egészen... egészen király, és közben folyamatosan tudom charge-olni magam bele az égbe. Hasítunk, mint állat.
Közben sikerült találkoznom a kőfejtő emberrel, és szerencsére, mivel volt megfelelő mennyiségű pénzem, ezért az összes receptet, amit lehetett, azt nála megtanultam, és tudok újabb csákányt gyártani, illetve azt hiszem réz öntvényt is készíteni. Most már csak a favágó emberrel kéne találkozni, és annál is megtanulni a fával kapcsolatos újdonságokat. Na, eljött a pillanat, hogy megvan elvileg az összes nyersanyagom a házhoz, de nem. Úgy néz ki, hogy ez csak a szerkezet. Nem, fölépül ez 8 óra múlva. Oké. Okay. Szuper király. Azt hittem, hogy ez valami instant történet, de nem. Viszont marha sok mindent kinyitottam, úgyhogy megpróbálnék egy kicsit craftolni. Mindent itt fogok tudni ezen csinálni? Elvileg tudok már ilyen nyílvesszőt, tudok ilyen bombát. Nem tudok, mert nincs hozzá nyersanyagom, ehhez sincs. Fejszéhez sincs, az íjhoz sincs, a csákányhoz sincs, nagyon jó. Tehát elvileg mindent kinyitottam, de semmit nem tudok gyártani. Jó, akkor viszont ezt leállítjuk, mert az a nagy helyzet, hogy nem azt szeretnék gyártani, hanem ilyet. Miért nem tudok gyártani? Ja, csak be kell tennem a nyersanyagot. Aha. Hát elvileg az van nekem. Nem is kell olyan messze szaladni. Itt. Úgyni. Hát 3 percenként gyárt egyet. Azért az nem olyan nagyon észveszejtően gyors, úgyhogy lehet, hogy majd előbb-utóbb kéne még egy ilyen berendezés. Az a jó pofa ebben a játékban, hogy a skillek használatával és fejlődésével újabb és újabb receptek nyílnak így önállóan maguktól. Nagy eséllyel ezt megint meg kell vennem nekem a kereskedőnél, de legalább nem kell külön, mit tudom én, skill tree-t kinyitni vagy ilyesmi, hanem elég használnom a... ezt a figyulát kell megtalálnom, tehát elég használnom a skilljeimet, és akkor egyből újabb és újabb receptre teszek szert. Hát az a baj, hogy ezt meg kell venni, de legalább a tudás az magától előkerül. Nincs az, hogy marhasokat használok egy skillt, hurrá, akkor lesz lehetőségem kinyitni a skill tree, de választanom kell a skill pont elosztogatásra a különböző ágak között, hanem amit használok, az fejlődik. Azt kész. Nos, rácok, hatalmas erőre a lépés. Hát egy az energia szintemben, mert tegnap... micsoda tutoriál. Így lehet ezt fejleszteni, rohadt jó. Szóval, hogy szombaton kezdtem el a játékot, kicsit így belecsúsztam a hajna a 2-3-ba, elég addiktív volt a történet, az energia szintem a végén azért az már nem volt túlzottan a toppon. Itt hagytam a házat, még ugye egy 5-6 órát kellett, hogy fejlődjön, de egész pofásan néz ez ki, és akkor azt még finoman fogalmaztam, szóval marha jól néz ki, és akkor ilyen modulokkal tudod fejleszteni. Mindenféle unlockolsz. Őristen, lehet pénzért újabb spotokat vásárolni itt, és egyre jobb házat tudsz belőle csinálni. Jó, hát szóval van tartalom meg mélység ebben a játékban, viszont ugye az első nap, mikor játszottam, és visszanéztem, elég sok lett, tartok tőle, hogy azért már az összevágott eredmény is karcolja az egy órás időintervallumot, és annyira nem szeretnék túl sok időt rabolni senkitől, meg hogy unalomba fulladjon az egész. Úgyhogy én szerintem lassan-lassan lezárom, tehát nem célom az egész játékot végigjátszani és bemutatni így ebben a beharangozóban. Inkább csak egy ilyen kedv csináló, vagy tesztelés, vagy ilyesmi, aztán elfeledkeztem magamról itt közben, hogy miről is szól ez a dolog, és ez most nem ilyen végigjátszás, meg ilyesmi. Szerintem egész jó pofa ez a játék, őszinte leszek, van pár idegesítő apróság, de 0.6-os verzió, tehát például a főképernyőn nem lehet elmenteni a jelszót, minden egyes alkalommal be kell gépelni. Mert ugye ez egy elvileg MMO, tehát neked sign-in-olnod kell a cuccba. Ezen kívül, amit egy picit hiányolok, hogy mondjuk egyelőre én nem találtam, lehet, hogy van, de én nem találtam ilyen dungeon-szerűség, ahova le tudsz menni, esetleg egy kicsit harcolni lényekkel, értékesebb lootokat vagy nyersanyagokat szerezni. Illetve nagyon kevés az állatka. Amire még rájöttem a városba, ugye volt egy olyan questem, hogy az én NPC-knek adjak ajándékot.
Eleve nem fogad el mindenki mindent, próbálni kell valami testre szabható, vagy testre szabott ajándékot adni, aki mondjuk favágó emberke, annak fát, aki kőtermel, annak követ, az éttermesnek kaját, stb. Stb. Értelemszerűen, tehát nem olyan nagyon bonyolult. És utána adnak küldetést. Tehát majdnem mindegyik adott egy küldetést, miután adtam neki valami cuccot, mert hogy akkor kicsit javult a barátságunk. Ez ugye az értékesítési láda, a postaládában rendszeresen jönnek levelek, ami nagyon tetszett, hogy az a ládákat egyben nyitja. Tehát van már három ládám, de lényegében csinálhatnám azt, hogy itt hátra felspócolom ide a ládákat a sarokba, 2-t, 3-at, 5-t, 10-et, nem kell vele foglalkozni, és itt van egy darab, amit kényelmesen, könnyen elérek, és abban mindent egyben tudok látni. Ez szerintem nagyon praktikus, ez nekem nagyon tetszik. Hát a házról nem tudok semmit mondani, mert hogy most lett kész, de egyébként egész pofás. Hát nem túl nagy egyenlőre, de legalább szép. És hát innen majd áthordok mindent. Ez az átrakási menü is jó pofa, van a H menü, ezzel előhozod az építési menüt, amikor ilyen generálabb dolgokat tudsz átpakolni, vagy esetleg új területeket venni, viszont itt az alsó részen ott az a kis kezecske, a kontroll, és akkor cirka egy ilyen szerkesztő módba átmegyünk, és ezt konkrétan fölvehetem és elvihetem. Tehát ez azért szimpatikus így, főleg, hogy kinyílik magától az ajtó, mert tök kényelmesen, könnyen át tudod rendezni. Tehát nincs ez, hogy oké, akkor bontsd le és építsd újra, visszakapod a nyersanyag felét, harmadát, stb., hanem szépen kényelmesen át tudod alakítani. Szóval nagyon sok olyan praktikus megoldás van, amit más játékban vagy hiányzik, vagy elcsesznek. Tehát szerintem ezek így nagyon jó pofán meg vannak csinálva. Nekem ez is egyébként tetszik, ez a hálós rendszer a lehelyezésnél, mert egy kicsit ilyen elmebeteg rendmániás vagyok, és a szimetria az eléggé becsípődésem. Tehát így például ezeket is tök jól le tudod helyezni, pont ugyanoda. Tehát így gondolnak a OCD-sekre is, hogy ne legyen problémát, hogy tikkel a szemed, hogy egy milliméterrel arrébb van. Úgyhogy nagyon sok tekintetben nagyon jó ez a játék. Mondom, amit hiányolok, hát 0.6-os, tehát még sokat fejlődhet, hogy Isten igazából nem találtam benne ellenségeket. Tehát se NPC-k nem voltak, katonák, harcosok, bárki, nem tudom, ezt mindet át fogom-e hordani, akivel lehet harcolni, ja, ez inkább ilyen piknik szőnyeg, ezt nem kéne berakni a házba. Ahogy a Maci Laci mondta, pikenik kosár. Szóval, hogy nem találtam úgy Isten igazából ellenségeket. Se állatot, se embert, mert volt róka meg szarvas kb., ezekkel lehetett harcolni, és ezen kívül meg kb. Senki más. Úgyhogy nem tudom, hogy ez lesz-e később, vagy ez a játéknak a árszpoetikája, hogy béke, nyugalom, szeretet, és akkor World Peace és Sunshine, de hát ez biztos előbb-utóbb kiderül. Egyébként pedig, ami furcsa, először idegesített, és aztán rájöttem, hogy rohadt jó, hogy lényegében minden egyes alkalommal, hogy átmegyünk egyik helyszínről a másikra, ezt én itt láttam, felvettem, rögzítettem, de hogy ne unja szarrá magát mindenki, ezért nyilván a végleges verzióba kivágom, de mindjárt most egyet megmutatok, jó? Egy töltőképernyőt. Tehát itt kimegyek és átmegyek, azért vágtam ki ezt mindig meg hosszú. Itt a sarokban egy pillanatra mutatta, hogy két ember van előttem, jobb alsó sarokban. Itt változó van, hogy 3-at, 4-et, 5-öt nem mutatott soha túl sokat, de mindig mutat valamennyit. És itt egyből írta is nekem a bal alsó sarokban, hogy joinoltunk egy új szerverhez. Tehát lényegében ő folyamatosan dobál engem szerverek között, amikor átváltok egy ilyen töltőképernyőn. Ez a főterület, ugye? Itt van egy ilyen áttöltőképernyő a kis házikomba, ez egy ilyen instance, itt nem látható. Illetve itt van még egy átjáró egy másik területre, és egyelőre azt hiszem ennyi volt, és bármikor ilyen helyeken átmegyek, akkor mindig azt mondja, hogy egy új szerverhez joinoltam. Ez először rohadt idegesítő volt, hogy ez most ugyan mi a francnak, de ugye guildet lehet csinálni, az itt volt a menü, és hogyha feltételezem, egy ilyen guild-szerűségben vagyunk a haverokkal, akkor minket együtt visz a szerverek között. Viszont rájöttem, hogy nagyon szimpatikus ez a dolog, nagyon jó ez a húzás, mert egyszer-kétszer most éneket direkt kihagytam, de voltak ilyen degenerált idegesítő játékosok, akik mondjuk itt elkezdtek mindent kiirtani. Tehát itt 3-4 játékos együtt rohangált, vágta ki az összes fát, darálta ki az összes követ, és ez egy rohadt jó megoldás, hogy lényegében, mint más játékoknál, ha egy szerveren csináltál egy karaktert, ha egy szerveren játszol, akkor te ott vagy, azt jó napot kívánok, a sign out-hoz, sign in-hoz, teljesen mindegy, ugyanazon a szerveren leszel, és ezek az idegesítő kretének is ugyanazon a szerveren lesznek, és tönkrevágják a te játékodat. Itt viszont egy pillanat alatt semmit nem kell vele foglalkoznod, láttam, hogy ezek ott termelik ki a fát, semmi esélyt nem hagytak nekem, én is fát szerettem volna kitermelni, átmentem a házikómhoz, meg visszajöttem, és azt mondta, hogy oké,
kétszer is új szerverhez joinoltam, és nem voltak ott ezek az idegesítő kretének, és tudtam normálisan játszani. Szóval ez egy ilyen teljesen, hát érdekes, újszerű dolog, mert eddig nagyságrendileg én két alternatívát találkoztam. Az egyik, ami a World of Warcraft-nél volt régen, nem játszottam mostanában sok MMO-val, tehát egyébként lehet, hogy ez már egy bevett gyakorlat, ami itt történik. De a WoW-nál régen az volt, hogy ja, itt azt szeretem, hogy az a fickó alszik. Tehát ugye ott jelzi nekem a kis fejénél, hogy egy 18 méterre van csak tőlem itt fönt, de alszik, nem tudok bemenni a szobájába. Úgyhogy addig megyünk a kislánykához. Tehát hogy a WoW-nál az volt, hogy voltak különböző szerverek, teljesen dedikált szerverek, te bementél, azon voltál, azon maradtál örökre, jó napot kívánok. Csinálhattál másik karaktert másik szerveren, illetve természetesen, jaj. Na bocsánat, csak közben itt mindenféle pop-up ablak megjelent, és egy picit eldobálta a képernyőmet. Szóval, hogy csinálhatta egy karaktert egy szerveren, és akkor azon a szerveren voltál örökre. Persze a WoW esetében is, ugye mint mindenhol máshol, mikrotranszakcióval, pénzekért tudtál szerver migrációt venni, tehát átment ez egyikről a másikra, de alapesetben ott voltál. Azt hiszem az Elder Scroll Online-nál pedig úgy volt, hogy egy ilyen huge szerver, tehát elvileg papíron mindenki egy szerveren van, nyilván a szét volt tagolva fizikálisan a valóságban, de amúgy egy giga szerver. Na, az volt a legidegesítőbb, én az SO-val elég keveset játszottam régen az elején, mert nem volt olyan terület, ahol lehetett volna az, hogy legalább 30-an nincsenek ott mellettem. Ez biztos sokat javult, én nem akarom szidni, ezer éve nem játszottam vele, csak a megjelenésre kb. Két hetet. Szóval vagy ilyen, vagy olyan, de az, hogy dinamikusan utazgatáskor folyamatosan dobál téged szerverek között, ezzel én eddig nem találkoztam, biztos, hogy van máshol is, tuti, de egyébként ez nagyon praktikus. Szóval összességében én egyelőre csak jót tudok mondani erről a játékról, picit ez mondom az egyetlen sérelmem, ez a Love, Peace and Sunshine, tehát egyelőre mondjuk olyan nagyon sok komoly atakkal nem találkoztam. Ilyen türelem, nyugi, relax játék, tehát nem nagyon van benne olyan tekintetben kihívás, hogy akkor neked most harcolnod kéne bosszokkal, vagy legyőznöd különböző ellenségeket, kipucolni területeket, szóval egy picit ez a harc mód olyan sekélyesebb benne, tehát nem annyira kidolgozott. Ez mondom, nem tudom, hogy koncepció, és így marad, vagy fog-e változni, de egyébként mindenkinek abszolút merem ajánlani, hogyha a haverokkal szeretne egy kicsit lightos játékot, nyugiba, ez picit érdekes, ez a... Vannak benne jó megoldások, tehát őszinte leszek, először ez a tool eszköz, vagy ez az eszköztárnak a fegyvereinknek, vagy a kézi eszközeinknek volt egy kicsit furcsa, de ezt is megszerettem, tehát igazából nincs az inventoriba. Nem úgy tesszük a gyorsarérési eszköztár, hogy ott foglalja a helyet, hanem egy ilyen másik tárcsáról érhető el. Először ez is bosszantó volt, furcsa volt, szokatlan volt, tök megszoktam. Tehát ennyivel több helyünk van az inventoriba. Egyetlen egy inventory slotot, vagy sort már sikerült upgrade-enek, következő az 5000, tehát annyi pénzem nincsen. A menü az végtelen, letisztult, egyszerű, áttekinthető, ugye itt van az inventoring, itt vannak a fejlődő skilljeink. A karakterünk olyan szintű, ahány szintet léptünk így ezekbe a cuccokba. Tehát ugye először mindegyik egyes szintű volt, ő is egyes szintű volt. És ha valamelyikbe léptünk egyet, akkor a karakterünk a második szintű lett, stb. Hát látható, hogy a kitermelés, kőkitermelés, meg a fakitermelés a leghasznosabb, vagy a leggyakoribb számomra. És egyébként nagyon jó pofa, hogy mindegyiknek mutatja is a kis szakértőjét. Tehát amikor mondjuk szintet lép a fakitermelésünk, vagy jelzi, vagy nem, de érdemes visszamenni ehhez az emberhez. A csákányozásnál ehhez az emberhez. A térképen nagyon korrekten megkereshető kis ikonnal, hogy hol van. Tehát nem kell skilleket kioldani, meg ilyen mindenféle küldetést teljesíteni, hogy ilyen social ágra pontokat tenni, hogy lássuk őket a térképen, hanem látod alapból a térképen. Érdemes visszamenni, mert ha szintet léptünk az adott képességben, akkor újabb recepteket tudunk nála venni, vagy nem is csak receptet, hanem effektív új eszközöket. Szerintem a grafika az nagyon kellemes, tehát ilyen kis rajzfilmszerű kis szupercuki. Napszakváltozások vannak természetesen, időjárás volt, ahogy esett az eső, most éppen fúj a szél. Kellemes zene benne, szóval egy ilyen tényleg kis púzus kettő nyugis játék. Én úgy cirka azt mondanám, hogy 0+-os. Tehát, hogyha valaki gamer apuka, anyuka esetleg a gyerekét engedélyezi, hogy játszon, és nyomna vele valami kis közös élmény MMO-t, amiben semmiféle erőszak és semmiféle szörnyűség nincsen, akkor ez kb. Jó lehet. Mármint jó, azért van, majd mindjárt mutatom, tehát lehet, hogy egy gyereknek már ettől megborul a lelki világ, hogy kis
cukkerrókákat fejbe lövünk, de semmiféle rókatetem itt nem fekszik, amit lootolni kell, meg őziketetem, hanem egy kis zacskó lesz, és föl kell venni, és kész. Tehát ez is a lehető erőszakmentesebben van ábrázolva ez a történet. Úgyhogy én szerintem ebből most nekem ennyi, nem azért, mert abba hagyom, szerintem ezzel fogok még játszani, mert tök cuki játék, de nem akarom nagyon bőlére engedni, már szerintem mondom, így is karcoljuk az egyórás műsoridőt, és valószínűleg senki nem fogja már addig végignézni, pedig pont most nyomtam le az összefoglalást. Úgyhogy ezt próbáljátok ki, srácok, teljesen free az Epic-en, annyit biztos megér, de mondom, szerintem még egy 5-10 eurót is vígan megérne. Illetve láttam, hogy lesz elvileg megjelenés, a Nintendo eShop-ba is írja, azt hiszem március 22, talán 2024 március 22, meg a Steam-re is, mintha láttam volna, hogy megjelenés. Ez is nagyon, nagyon intelligens, tehát így ezt R betűvel ugye gyorsan tudsz váltani, leszedni, és ha még egyszer röviden megnyomod az R-et, akkor meg elteszi. Tehát, hogy teljesen praktikusan vannak ezek megoldva, csak át kell, hogy álljon az ember agya. Szerintem a minigame-szerű horgászás is nagyon jól van megoldva, pont megfelelő nehézség, pont megfelelő ügyességi szint benne, nem idegesítő, még sokat szóra se, én cirka ezt tapasztaltam. Itt vannak ezek a kis cuki bogarak, akik megjelennek a fűből, itt ott, ott ezt ezzel a kettes szloton lévő kis ilyen füstbombával tudom elkábítani és aztán elkapni, úgyhogy szép az egész játék. Mondom, ne azt várja senki ettől, hogy 4, 5, 6, 800 órát bele fog ölni, de egy ilyen kis instant kis szórakozásra pont elegendő, haverokkal esetleg még nagyobb kikapcsolódás lehet. Ja, ezt még nem mondtam, ezekre a táblákra az elején azt hittem, hogy ezek mindenhol másképp néz ki, a városban ilyen cetlik voltak rajta, azt hittem, hogy ilyen küldetés tábla, de nem, ezek a gyors utazáspontok. Természetesen van az is, ahol vannak ezek a patkójelek, ezek a gyors utazáspontok, amelyiknél már voltál és felfedezted, oda már elvileg utazhatsz. Úgyhogy, ja igen, visszatérve, hogy elvileg lesz Steamen, meg elvileg lesz Nintendo eShop-ba is. Hát ez mind a két platform nem arról ismert, hogy ingyenes játékok vannak benne, még a Steam csak-csak, tehát úgy megkockáztatom, de gondolom az Epic Store-ban ez ingyenes, a Steamben mondjuk talán ingyenes, és gondolom a Nintendo eShop-ba 50 euró. Ismervén a kedves Nintendo-t, majd meglátjuk, hát elvileg ha cég ingyen adja, gondolom nekik is ingyen kéne, csak ugye ők nem nagyon szokták szeretni a cloud platformjuknak bárkinek engedni ezt ingyenesen, úgyhogy majd kiderül. Na nyomunk még egy horgászatot, azt is megmutatom, és akkor szerintem ezek lesznek a záró képsorok. Tudom, hogy messze nem veséztük ki az egész játékot, nem is ez volt a cél, tehát még csak most lett kész a házam, és sok érdekességet lehet biztos ott csinálni. De úgy nagyjából, amit szerettem volna, szerintem azt meg tudtam mutatni. Egy csomó új eszközt tudok gyártani, tehát ugye már 4.-5. szinten van a készítés a munkapadomon. Na most itt 2-3-at pittyen, és aztán amikor megjelenik ezt azt hiszem már mutattam, és akkor igazából ennyi, hogy nyomod a bal gombot, és nagyjából ezt itt zónán belül kell tartani ezt az állatkát. Nem volt igazából ez se túl nehéz, egyszer volt kb. Aki egy kicsit agresszívebben mászkált, és ennyi. Tehát ez is egy teljesen lightos dolog, és egyébként nem végtelen ez, tehát ahogy egyet horgászunk eltűnik, ott is van egy, de gyakran egyéb játékosok is kipecázzák, úgyhogy ha látunk és akarunk ezzel fejlődni, akkor érdemes. Ja, úszni nem tudunk, tehát az ilyen derékig érő vízbe be tudunk menni, de volt, hogy beugrottam folyóba, és akkor megfulladunk, kidobja a folyópartra, tehát nem tudsz úszni. Itt előjönnek ezek a kis cukik, ezeket érdemes, jaj, nem ezt akartam, igen, ez a baj, amikor nem váltok. Ezt akartam, hogy így megdobom, csak nem találtam el. És akkor ilyenkor így rá kell taposni, hát ez nem tudom minek minősül, de belerugunk egyet, és akkor, tehát ott nem kell semmit csinálni, csak ráállok. És sokszor van, hogy elsőre nem kapja el, ami magasabb szintű. Na itt egy másik játékos, ez már egy kicsit skillesebben van valami kis kutyája. Ja, meg ilyen glider-e, nekem nincsen, mert én béna vagyok. Úgyhogy van egy csomó minden. És még egy dolog, amit szerettem volna mutatni, azt hiszem ez 10 percenként egyszer engedi talán használni, de nem biztos, térkép, és itt van ez, hogy vissza a házikóba. Tehát, hogyha bárhol vagyunk, ez mondjuk leginkább akkor jó, amikor átmentünk a másik területre, és rohadt messze vagyunk, és ugye ezek a gyors utazások pénzbe kerülnek. Ha hazautazás, az mindig csak 10 gold, de a legerején az is soknak számít azért ez a 10 gold, most nekem van már 2600 valamennyi, igen, tehát most már 10 nem számít olyan soknak, de úgy egyébként sok a 10 arany az elején. Úgyhogy azt nem mindig szerettem használni, hanem itt van a térkép, és itt van ez a szuper gomb, hogy hazautazunk. Akkor most legalább meg is tudom mutatni, hogy mennyi volt a várakozási idő. Na és itt most 5 embert írt, tehát megint át fog dobni engem egy új szerverre. Ez egy kicsit furcsa, tehát valószínűleg nincs még akkora a kapacitás és erőforrás a cégnek a szerver üzemeltetésre, valószínűleg még egy picit kevesebb a power, és hát azért itt várni kell. Ez érdekes, tehát most hazateleportálok, és
Most ezt így direkt benne hagytam meg, real time-ba, ennyit kell várni, amíg betölti, és beenged egy cirka az új szerverre. Jó, és akkor nézzük meg mennyi a... Hát itt most pont nem fogom tudni megmutatni, de majd mindjárt kimegyek és megnézzük. Szóval, hát még csak most fog indulni a játék cirka, le kell zúznom ezt a sátrat, át kell pakolnom mindent a házba, kell lesz majd folyamatosan fejlesztenem, bővítenem, és gondolom lesz még egy csomó küldetés. Csináltam már egy ilyen kis sütőt, de itt azt gondoltam, hogy tudok majd az alapnyersanyagokból valami komolyabbat, de nem, mert egy csomó zöldség, gyümölcs, hús, mindenféle dolog kell, illetve amit még nem tudtam csinálni, van egy ilyen előkészítő asztal, valahol láttam, amihez ez, amihez most már tudok csinálni. Amihez nem volt még eddig nyersanyagom, és ott kell előkészíteni a főzéshez a cuccokat, úgyhogy elég összetett, aki így szeret főzicskézni, meg ilyesmi, ide tesszük mellé, nem tudom, össze kell-e, hogy érjen, nem fog. Jó, és akkor ezt is így leírja, hogy hogyan tudod megcsinálni a dolgokat. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Úgyhogy hát ilyen Disney Dreamlight Valley plusz egy kis Sims, plusz egy kis Stardew Valley, plusz egy kis mit tudom én micsoda, van ebben mindenből egy pici ötlet, de jó pofa aranyos cukker játék. Na most akkor tényleg még annyi, hogy megmutatom, hogy mennyi a visszaszámlálási ideje a hazautazás lehetőségnek. Jó, betöltött, és... Hó, nem, tévedtem, bocsánat, 30 perc. Tehát fél óránként tudjuk akkor használni ezt a hazautazás opciót. Elég gyorsan eltelik azért az a játékban. Úgyhogy mondom, aki esetleg éppen nem tud mivel játszani, szereti az ilyen jellegű cuccokat, az nyugodtan próbálja ki. Jó pofa, kellemes, és hát ami a legnagyobb előnye, hogy ingyen van.